Péter, adjál 100 000 forintot! Szevasz, fiam! Ne szóljál vissza, adjál pénzt! Ha nem vetted volna észre, köszöntem. Ne legyél már hiperaktív, nyomjod a 100 000-es sürgősen! Most honnan jössz? Melóból vagy a suliból? Képzeld el, leérettségiztem. No, fele, 30 évesen sikerült. Hát, gratulálok. Te nem akarsz leérettségizni? Rád férne ám. Na, ma jövőre. Most megvannak a tételek. Neked ingyen odaadom, ha adsz egy 100 000-est. Nem tudok. Nem tudok 100 000-et adni, hát elfogyott a szotyi meg a sör is. Aha. Anya? Melyik? Mindegy. Ki van a konyhába? És mikor jött haza a munkából? Kb. Egy éve. És te dolgoztál ma? Hát persze. Elejére tekertem a Mari Zsuzsi kazettát. Meg beraktad a fogadat, mi? Igen. Azzal haraptam le a kupakat. Jó van. Bátran mosolyogni. Jó van. Igen. Te is még mit dolgoztál? Anyádnak adtam 2 nagy fülest. Jó. Akkor nekem meg most adjál 100 000 forintot. Te, miért adjak én neked 100 000 forintot? Nekem zörögsz papírzacskó. Mi van? Adjál 100 000-et, asszom! Nem adok, míg meg nem mondod, hogy mire kell. Mire, mobilra, mi a rá? Mobilra, van mobilot, 3 is, tegnap is vettél, Gyuri. Ah, ez, igen, és ezzel szerinted hogy jelenjek meg az éjszakába? Rendes tetkó nincs rajtam. Nagy dolog, én meg tegnap klotgatyába mentem le a hőrpintőbe. Mert nincs kultúrád, mert bunkó vagy azért. Na, adjál 100 000 forintot. Nem adok! Nehogy már étkörözzön a sas felett. Mi van? Nézze, mi van? Melléd üt a kék marad az ég. Ketté törlek, mint nagymama a nápolyit. Én meg majd jó pofán vágok. Ne szóljál vissza, mert szar lesz majd egy foggal szotyizni, figyelj! Elfelejtetted, én vagyok az apád! És akkor most mi van, álljak át a sötét oldalra, vagy mi? Luke, én vagyok az apád, Darth Vader. Darth Vader, adjál pénzt! Én adjak 100 000-et, amikor a levegőt is hitelre veszem. Szegénykém, levegőt hitelre. Van ott lóvé, eldug a kompótos üvegben, meg a centrumos szatyorban, ott a lóvé. Nem adok 100 000-et. Szerintem meg fogsz! Milyen alapon? Azon az alapon mindjárt lenyomok 2 nem egyszerű. Én meg kihívom a zsarukat. És akkor most mi van, azok is paráznak ám tőle? Ha lehet, hogy a zsaru megijedt tőle, de én nem, mert még tegnap előtt gumibugyiba szaladgáltál. Agyilag most is ott tartasz. Aha. Te meg olyan kevés vagy, mint a Balaton szelepben a vitorlás. Mi van? Ne szóljál vissza, mondom. Te mit képzelsz te magadról? Ki vagy te? Mit úgy nézzél rám, hogy én vagyok a jövő. A jövő? A jövő. Mit mondjak, elég sötét volt.